Ezek a korabeli filmkockák a budapesti eseményeket örökítették meg. 1956. október 23-án egyetemisták és később munkások vonultak fel, hogy követeljék az addig uralkodó kommunista rendszer végét és a szovjet csapatok kivonulását. Nem csak ott, hanem a megyében is voltak megmozdulások a forradalom két hete alatt. Záhonyban például már a szovjet katonai invázió előtt tudta Szűcs Sándor, hogy készülnek a katonák a határ túloldalán. Felmásztak a református templomnak a tornyában, onnan néztek át, és látták, hogy hát, hát gyűzsögnek a, a, a katonák a másik oldalon, tehát nagyon sokan vannak, és próbálják. Igen, azt, hogy hogyan lehet minél gyorsabban, deszantosan átmenni a Tiszán, és hogyan lehet a, a harckucsikat átvinni, mert a, fel van robbantva a vasúti híd ami a háború után, vagy háborúban felrobbant, és akkor azon nem tudnak közlekedni, csak a vonatok járnak. A harckocsik nem, ráadásul az eldúl, mert hogy a szűzsándorék megakadályozzák azt egy tíz napon keresztül, hogy beérkezzenek, megtagadják. Tehát többször is kérik a másik oldalról a szovjet vezetés, hogy fogadják a személyszállító vonatokat, a terszállító vonatokat, ők ezt megtagadják, és mivel kétszer is kimennek majd csapra a szerelvények. Ebből azt gondolom, hogy járható az út, mert kétszer is a Szovjetunióból, akkor visszajövő Moszkvából egyéb más egyetemistál politikai megbízottak, akik csapon vannak, hogy hazahozzák őket, két személyvontot átvisznek majd. Ebből azt gondolom, hogy maga a, vasúti híd valószínűleg járható, de ők nem fogadják a Szovjetunióból érkező vasúti szerelvényeket, és akkor így fel fog majd egymás mögé, így feldugunk, majdnem egészen kijevig a pálya telített lesz, így megakadályozzák azt, hogy a szovjet hadsereg behozza a, a, a harckocsikat. Sőt, 1956. november 4-én fegyverekkel foglalták el a szovjet katonák a Zábornyi laktanyát. Ez a fotó repülőgépről készült róla. Ezen a fotón pedig a laktanyában szolgáló katonák láthatók, közülük öten haltak meg az akcióban. 4-én, november 4-én ahogy a, szovjetek, a, szovjet tankok átjönnek, akkor körbe fogják magát a laktanyát, és felszólítás nélkül, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindenfajta előzmények is felszólítás nélkül végül is lőni fogják egy ilyen 15-20 percig lövik majd a laktanyát, és öten akkor ott meg is halnak, meg hát több tíz a sebesülteknek a száma, de felszámolják ott a katonai alakulatot, és ez a legvéresebb összeütközés itt a megye területén. Nem csak Záhonyban, hanem a szomszédos Ungváron is fontos események történtek ezekben a napokban. Ma már a legújabb tanulmányok, szakirodalmak hozzák ezt, hogy nem szólnak. És Rossz nem szól is... a rádió. Igen, a rádió tehát rádió nem is szólokon veszi fel Kádár, nem. hanem ez Ungvár, és kárpátaljai tanulmányokból tudhatjuk, hogy ért még nem olyan régen egy-két szemtanú, aki látja Unváron és környezetében a magyarokkal, akik ott vannak kint, és hát akkor veszik fel valószínűleg magát a, a beszédet, hogy az új kormány megalakul, és Ungváról fogják lejátszani, és Szolnokról fogják felerősíteni majd Magyarország irányába, és akkor így hallja majd mindenki, hogy november 4-én, amikor végül is a forgószél hivatalosan elindul, a forgószél hadművelet, akkor új kormánya lesz Magyarországnak, amelynek a vezetője Kádár János. És őt majd 7-én, ez is milyen furcsa, hogy november 7 és orosz hozzák. Tehát, hogy ők az orosz érkezik meg. Tehát minden olyan, így utólag nézve, már minden annyira szimbolikus, ami akkor történik, hogy ez november 7-e, érkezik meg, és végül is megszállják az országot. Kádár János aztán megszállítja hatalmát az országban, Fél évvel később, 1957. május 1-én már tömegek ünneplik a munkaünnepét a fővárosban. A forradalom hőseinek rehabilitására pedig a rendszerváltásig kellett várni.